Ez a Villás reggeli, és lapszemlézünk egyet. Hát ha már Kata, akkor nézzük a 24 kivégzéssel ér fel a Kata módosítása, rengetegen esnek el a lehetőségtől, erről beszéltünk, de itt van egy szakértői vélemény, a csaknem 400, illetve szám fontos, hogy csaknem 400 ezer katás vállalkozó közül alig 100 ezeren lehetnek, akik csak a lakosságnak szolgáltatnak, tehát azért bő háromnegyedre biztos, hogy kiesik a rendszerből, és hát persze itt lehetne hosszan sorolni azokat a szakmákat, illetve tevékenységet, amelyekkel már ezt nem fogják tudni végezni, de ez csak az egyik része a szigorításnak, ahogy arról beszéltünk, illetve a részletben most nem megyünk bele, mert megvárjuk, ha már úgyis elvileg ma megszavazzák, hogy akkor így megy-e át a parlamenten, ahogy tegnap benyújtották, és akkor majd holnap részletesen még visszatérünk rá. Portfolio.hu ma reggel Bot Péter Ákos írása olvasható a recesszióról pont. Felteszi a kérdést, hogy recesszió vár-e Magyarországra, és itt azt is körbejárja, meg definiálja, hogy egész pontosan mi a recesszió, mire lehet számítani, mik a kilátások. A portfolio.hu. Na, és mi a megfejtés? Igen, vagy nem? Lehet. Hát az ugye, amiket... nyilván nem egyértelmű. Tehát nem, meg hát most 42 másodperc alatt nem tudtam ezt a 6 oldalas cikket átolvasni, és kiszedni a lényeget, de azt ő is feleveníti, amiket mondunk, ugye, hogy az Egyesült Államok is technikai recesszióba fordulhat, ezt már többen is elmondták. Európában is van esély, hogy egy rövid, mint egy fél éves recesszióba kerüljön. Ettől még nem feltétlenül lesz visszaesés 22-23-ban, mert hogy ugye a fél éves recesszió még kihozhat egy éves olyan átlagot, ami nem recesszió, tehát akár így, és hát így ennyire jutottam meg arra, hogy majd én is elolvasom az egész cikket. A napi.hu reggeli vezetőjének háromszor álltam neki, mert hogy képtelen voltam elolvasni azt, ami oda van írva, mert én ott lekapcsolták a mátrai erőművet, senki se vette észre, senkinek se hiányzott cím. Igen. Után. Az volt az első mondat, hogy több mint 78 órán át teljes szélcsend volt Magyarországon. Legalábbis én így olvastam. És én is. Akkor megnyugodtam, de mondjuk két percig nem jöttem rá. Noha a mátrai erőműről tudjuk, hogy szenet dolgoz föl, de valahogy mégis azt hittem, hogy valami szélerőmű belkeveredik dolog. Igen, maga a szélcsend kifejezés annyira nem volt meg nekem, hogy hát tényleg perceken át küzdöttem azon, amire rájöttem, hogy igen, szóval a szén csend 78 órás volt, leállt az erőmű, karban tartották, és nagyjából arról szól a cikk, illetve annak a hátterét elemezgeti, hogy mennyire nem vettük észre, és mennyire lehetett pótolni. De az egész kvázi rendszer mennyire, nem vette észre. Az egész rendszer nem vette, kvázi mennyire szükségtelen már a szén erőmű termelése a magyar energiarendszerbe, ki lehetne vezetni brit példa alapján, tehát lehetne gyorsabban zöldülni, de ennek igazából a háttere sok-sok számmal érdekességgel. Ó, melyik blokkok mennek, miért csak tartaléknak van a hármas, meg az egésznek így mi értelme van. Plusz az érdekes kommunikáció, hogy hát elnézést kérnek a lakosságtól, nem tudjuk, hogy miért, feketébb a füst, de hogy ennek a részletei, hogy mennyi szennyezés bocsájt ki az újraindítás kapcsán, ez meg egy apróbb érdekes téma ide kapcsolódóan, de nagyon rövid kommunikációja volt az erőműnek. A lakosságnak csak türelmet kértek, tehát igen, semmi olyat, hogy zárjon miért be ablakot, vagy mondjuk ne menjen, vagy ne fusson a szabad levegő mondjuk két napig. Ezek nem jó dolgok, fekete füst, meg zöld víz, meg hab, ugye Paks környékén, de nincs, az egészségi értéket nem érje. De figyelj, lehet, hogy nincs. Lehet, csak, hogy csak, nincs. Csak hogy ezek eléggé... Hát tényszerű az dolgok. Optikája nem túl jó ezeknek. Hát, az ember rögtön gyanakszik, hogyha ilyet lát. És lehet, hogy nem kéne. Fekete füst valamitől kéne. Fekete. Hát, mitől? Mi van benne? Igen. Árt? Nem árt? Mennyi? Annyi? Tehát, de pontosan tudják, hogy újrainduláskor miből mennyi keletkezik, csak nem tartották szükségesnek, hogy közöljék. Ebből az ember egyből gyanakszik. Igazából ennyi. Lehet, hogy nem kéne. De lehet, hogy tényleg ügyesen próbálják ezt kommunikálni, és nem kötik az emberek orrára. Nem tudhatjuk, nem derül ki. Aztán Telex esti híre, de hát ez már körbejárt mindenhol, hogy az európai hatóságok már 60 év felett ajánlják a negyedik oltást. Ez a nyári verzió elég csúnyán beindult. Ez egyébként változás, mert korábban még az volt, hogy hát de a magyar szakértők is más mondanak, tehát a médiában legtöbbet szereplő Kemenesi Gábor és Rusvai Miklós egymásnak szögesen ellen, egymásra szöges ellentétbáló véleményt mond, akár a negyedik oltással kapcsolatban is, meg a további potenciális veszéllyel kapcsolatban is, úgyhogy igen, nehéz ezt megítélni. Külföldön egyre többen
egyre több szakértők, egyre több fejlett országban azt mondják. De a fő kérdés az, hogy érdemes-e megvárni az Omikronra kifejlesztett vakcinát, vagy pedig már a mostanit érdemes beadatni. És erről megy a vita szakmai körökben egyébként, és most egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy akik az idősek és a kitettek, ők esetleg ne várják meg, hanem adják be. Per pillanat, miközben egy újabb mutáció van, annyit tudunk, hogy amik eddigiek voltak is gyorsabban, és könnyebben terjednek, jól tudják kikerülni a korábbi fertőzést, meg vakcinát is. A megfertőződésre, de a súlyos betegség ellen továbbra is jó védettsége annak, aki átesett, illetve aki megkapta a három oltását. Ennyi most a tudomány állása, ha jól foglalom össze, legalábbis megpróbáltam. Igen. Hát ezzel elkéstem, mert most jutottam meg. A napi.hu Parag László is kommentálta az új kota szabályokat, de még nem tudom, hogy mit mondott. Hát Parag László, meg a Budapesti Kamara kritizálta finoman azért. Hát ha úgy veszük, hogy itt a Parag László azon dolgozik, hogy minél rosszabb legyen a vállalkozóknak, igen, a évi 5000 forintért, valahogy azért fura. Mert az csak valahogy nehéz máshogy leszűrni azt, hogy ő volt az élharcos annak, hogy nyírjuk ki a katát, szigorítsunk. Miközben a Budapesti Kamara megpróbált abszolút alternatív, tehát teljesen korrekt alternatív javaslatokkal előállni, és dolgozott az ügyen, és teljesen tehát úgy működött, mint egy valós, valódi kamara. Mintha Parag meg elszállt volna, és beállt volna egész egyszerűen a nem is tudom mibe, amellett, hogy a kormányzati kommunikációt harsogta, és előfutárává vált. Ez is, hát nem tudom. Hát ennyit, ez is egy hungarikum, na, maradjunk annyiban. Igen, ennyit tudott hozzátenni, hogy Parag László emlékeztet rá, hogy a kata átalakításának az az alapszituációja, hogy egyre többen ismerték fel, hogy a katát választó kezdeményezésen kerülhető ki a közterviccselés, nem csalás történt, hiszen egy kiskapu kihasználásáról van szó, aki ezzel élt, logikusan tette, csak hogy eközben a munkavállalók 85%-a teljes körűen adózott. Ha engedik, hogy közterhek nélkül vagy minimális közterhekkel egyre többen jelenjenek meg, így pedig egyre kevesebben legyenek tényleges munkavállalók, azzal egy idő után megborul az de alkohol. Nem erről volt a vita, tehát ez félrebesz. Illetve hát pontosan, ezt tudjuk ezt a problémákat. Ezt is tudtuk, azt is, hogy kiigazítást igényelt ez a itt a teljes kinyírás és rendszer. Eltaposás és helyette semmi. Igen, tehát igazából ez a probléma, tehát nem válaszolt arra, ami a kérdés volt. Na jó, hát akkor... Ezek jöttek. Nézzük a tőzsdéket, ott is van izgalom. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát mondhatom erre, hogy közel 2%-kal 1,8%-del esett a BUX, 39.151 pontra. A részvénypiaci forgalom 5,2%. Ez elég gyászos. Nem mondhatnánk, hogy rettenetes eladói nyomás alá került a budapesti értéktős, de... Akkor ez jó hír, hogy kis forgalomba esik? Hát jó hír annyiból, hogy ugyanekkor át fel is tud pattanni, tehát nem egy kitározás. Valamennyire jó hír, igen, önmagában véve a mínusz sose jó hír, ugye, mert a számla egyenleged mellé nem lesz odaír, hogy a János Kovács úr ez bagatell, hiszen csak kis forgalomban történt az, hogy a maga számlája mínusz 800 ezret mutat, hanem ugye annyiból jó hír. Annyiból jó ír, hogy nem egy ilyen ész nélküli menekülés volt. 39.151-en zárt a BUX, ez 700 pont mínusz. És hát tulajdonképpen csak a Telekom nem esett, sőt, emelkedett 1 forint a 329-re. A MOL az 2872 forinton zárt, ez 42 forintos mínusz, 1,5%. Az OTP az 312 forinttal esett, 8158-ra, ez 3,7%. És egyébként az 5,2 milliárdból természetesen az OTP-re kötötték a legtöbbet, 3,7 milliárd forint értékben. A Telekomot mondtam, a Richter az 45 forinttal gyengült 7150 forintra. Ez mindösszesen azt mondja, hogy talán 7%. Nem, ez inkább 6%. A Bumix az 3700 ponton zárt, ez 5 pontos csökkenésnek felel meg, vagyis 1%-osnak, tehát itt azért egy kicsit jobb volt a helyzet. És hát az Xtend az, ami még a Polydor toppá, 17,5% plusz, méghozzá 16,5 milliós forgalomban. Hát azért az szabad szemmel is látható. Hát ez magához képest sok. Igen, a Napenyerti esett 1%-kal, a Gloster emelkedett 1,4-et, nagyon pici forgalomban, és a
GOPD is esett 3%-kal, de az is nagyon pici forgalommal. Az európai tőzsdék estek, és akkor elkezdtek emelkedni, mikor Amerika úgy tűnt, hogy folytathatja az elmúlt hétvégének óvatosan optimista szereplését. Voltak emelkedős napok a nagy mélypontok után. Aztán itt hogy pontosan mi történt, nem tudom. Tényleg napon belül volt egy komolyabb visszajövetel. Dow Jones pluszos is volt, aztán az S&P is közel volt hozzá, aztán hirtelen újra letört. A nap közepén volt egy föllángolás, és tényleg úgy tűnt, hogy most hogy ismét megveszik az esést. Ez egy hangulatjavulásról szólhatott volna. Ekkor jött egyébként nekem egy értesítés a kriptopiacról, hogy a recessziós félelmek enyhülése miatt emelkedik a bitcoin is valami 6-7%-ot. Próbáltam körülnézni, hogy mi okozta ezt, vagy hogy, de semmi nyomát nem láttam. Aztán a tőzsdék is visszaestek. És a második fele a napnak az megint lefelében volt, és maradtak is a komolyabb mínuszok, legalábbis ami a Nasdaq-et illeti, ott 2% fölött, 2,3%-os volt a negatívum, úgyhogy arra jutottam, hogy ismét csak egy okos tojás, nem tudta, hogy miért emelkedik, mögé kellett tenni valamit, de biztos azért. Hát azért a kriptopiacon ugye még nehezebb a dolog, mint a tőzsdén, mert ott aztán... Igen, tehát ha nem volt hír, hogyha zöld lett volna a vége, akkor ez lett volna a magyarázat. De hát nem zöld lett a vége, ezért más lett a magyarázat, ezért az lett a magyarázat, hogy amúgy meg erősödtek a recessziós félelmek, amit jól mutat az ismét inverzívvé váló amerikai hozamgörbe is. Úgyhogy innentől kezdve ez lett a kényelmesebb magyarázat, mert hogy esést kellett magyarázni, nem pedig emelkedést. Nagy cégek vezetésével mentek lefele az árak. Tesla is nagyot esett. Ja, Tesla-nál, hát 7% majdnem. Úgy tűnik, hogy Elon Musk azért szép lassan kezd a szélesebb tömegek körében is veszíteni hitelességéből, és az a mitosz, ami így köré épült, az mintha talán úgy kicsit enyhülne. Tehát meg a Tesla azért ütik miatta. Nem fog enyhülni, én már most látom. Gúru. Ja, ütik a Teslát. Amazon is 50 napos mozgó átlag alá esett vissza, miután kísérletezett a fölékerüléssel a múlt héten. A nagy, legnagyobb cégek estek, Alphabet is 3%. Alibaba több mint 9%. Azt igen. Aztán nyilván ütötték a kaszinó papírokat, főleg akik érdekeltek Makaóban is. Bezárták Makaón a kaszinókat. Ismét kitört egy Covid hullám, és ott rögtön. Ennek sem örültek a befektetők szert a világ. Amerikai kaszinós cégeket is ütötték. Nagyjából ezek voltak. A Pepsi. Ja, az árstán jelentett, azt még nem láttam, mennyi volt előtte, csak minimális eséssel zárt, 11 szektorból 9 esett, csak az ingatlan, és a közmű tudta tartani magát. A Nasdaq-et mondtam, amúgy az S&P a nagy cég vezetésével 1,2%-ot esett, a Dow Jones pedig, amely tartósan fölül teljesítő idén, most is megúszta 0,5%-os mínusszal. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Azt mondja, hogy azt próbálom kideríteni, hogy ki lesz nekünk a hírmondó. Először kifelé néztél az ajtón, hát honnan jön a segítség? Nem, majd nem pedig... kifelé az ajtón, oda néztem a monitorunkra, vagy tévénkre, vagy mi az, mert ott szokott lenni, meg ott szokott, is szokott jelenni lenni egy segítség. Arc. Aha, de most nem jelent meg. Schmidt Andi azt mondta, hogy majd jövök be. Akkor ő lesz az. Igen. Jöhet? Hát jöjjön, mármint majd, hogy mikor majd... jön be, nem tudjuk, de ahogy a hírekkel jöhet, az persze. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az idei nyár sárga. What? Sárga az aranyló napfény, sárga a tengerparti homok, sárga a koktélunk színe, és sárga a nyár közepén a Get Funky Party. Július 22-én Get Funky Party a legjobb soul, funky és diszkózenékkel a Kopaszigáton, a Le Bistróban. DJ pulton a szokásos páros, Suri Imre és Jazz Kovács Laci. Ha aznap este viselsz magadon sárgát, akkor vendégünk vagy egy koktérra. Egy sárga koktérra. Ha pedig nem jössz, akkor sárga leszel az irítségtől. Get Funky Party a legjobb sárga zenékkel. Július 22-én a Le Bistróban. Jegyek a jazzy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Szeptembertől változhatnak a kata szabályok. A könyvelők egyesülete szerint tiltakozni kell az új kata ellen. Brutális aszály van az Alföldön. Ma a napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A katatörvény módosítását kezdeményezi a kormány. Az új szigorítás értelmében a kisadózó vállalkozók a jövőben cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számlázhatnak.